Jó, akkor 2, 4, 6, 8, 10. Valaki később jön ma. A sztrájk első három napja nálunk egy kicsit speciálisan zajlott, mert a tanév eleje óta erre a három napra tanítás nélkül munkanapunk volt kiírva. Úgy sztrájkoltunk az első három napban, szerint csütörtök pénteken, hogy nem vettünk részt az értekezeteken. Na, akkor megvan mára mindenki. Hát a szokásos beállás. Attila, egy kicsit majd lép beljebb, hogy a szülős pakátot ne takarjuk el. A héten úgy néz ki, hogy minden napra körülbelül 10-15 kolléga vagy sztrájk, vagy polgárrendőrség formájában nem veszi fel a munkát. Szerdán sztrájkoltam egy napot, illetve mai napon 50%-ban tanítok, végzős óráimat megtartom, és 6 órámból 3-an viszont sztrájkolok. Múlt héten mind a három nap sztrájkoltam, és ma is. Én polgári engedetlenkedem jelenleg, és hát én azóta minden nap vagyok, úgyhogy az valószínűleg jó, drága lesz. De legalább szabadon csinálom. Az első három órát nem tartottuk meg a múlt héten. 11 órától bejöttek a gyerekek, és akkor már tartottunk órákat. Aztán maradt egy kemény mag, egy olyan 10-12 fő. Most jelen pillanatban ők azok, akik ezen a héten folytatják a sztrájkot, és várhatóan a továbbiakban is folytatni fogják. Nevelés-oktatás segítő munkatársként, könyvtáros diplomával ilyen munkakörben dolgozom. A sztrájk kezdete óta minden nap bevállaltam pár órát, jelen pillanat is éppen sztrájkolok. Talán azt érezni, hogy egyre kevesebb iskola vesz részt, vagy egyre kevesebb pedagógus vesz részt a sztrájkban, de ez érthető, hiszen egyrészt hatalmas nagy káosz van így rendeleti szinten is, hogy mit lehet és mit nem lehet. Jönnek a fenyegetések is a tankövetektől, de a legnagyobb probléma az, hogy amikor sztrájkolnak vagy polgárengedetlenkednek, akkor szintén abból a kevés fizetésből vonnak le nekik, és hát ezt nagyon sok kolléga nem tudja megengedni. Én most számolgatok, centizgetek, hogy mi az, ami még belefér napban, órában, hogy ne legyen problémám a hónap végén, és ki tudjam majd fizetni a rezsit, a lakbért, és még enni is tudjunk, mert más szórakozás, könyv, színház, mozi, más már nincs, már rég nincs. Szerencsés vagyok. Én olyan családból jöttem, és olyan, hogy mondjam, útravalót kaptam a szüleimtől, amivel ezt meg lehet tenni, tehát nem kell albérletet fizetnem, van saját lakásom. Többieknek ez biztosan nem félne bele. Kezdő tanárjelöltek, úgyhogy még annak is örülhetnek, ha egyáltalán egy albérletbe el tudnak költözni otthonról. Nekünk volt mondjuk olyan kollégánk, aki fiatal, sportoló, és sérülés érte. A sportolói pályafutása viszonylag egy rövid időre, egy fél évre fel lesz függesztve, ahonnan ugye még pénzhez tudott jutni. Az itteni fizetése pedig pályakezdőként annyira alacsony, hogy abból nem tud megélni gyakorlatilag. Ami az elmúlt hetekben zajlott az iskolákban, az példaértékű. Szerintem a rendszerváltás óta nem volt ekkora ellenállás. Több mint 200 iskolában, több mint 4000 kolléga vett részt polgárengedetlenségbe. Mai napig vagy sztrájkolnak a kollégák, vagy polgárengedetlenkednek. A szomorú az, hogy idáig kellett fajulni, és ennek ellenére még mindig tulajdonképpen a kezdetek kezdete óta semmit nem reagál rá a kormány. Az elmúlt 10 évben együtt dolgoztunk civil szervezetekkel, próbáltunk olyan szakmai anyagokat összeállítani, amit a kormány elé vittünk, és gyakorlatilag mindent lesöpöltek az asztalról. Tehát semmilyen szakmai meglátást vagy álláspontot nem fogadtak el, ami nem az övék volt. Ők abszolút papíron megoldanak adminisztratívan problémákat, és hogyha bárki azt próbálja mondani, hogy az iskola valóságában ez máshogy csapódik le, akkor ez mennyire csak ellenségként jelenhetnek meg olyan emberek, akik ténylegesen csak azt akarják, és eszköztelenül jelezni azt, hogy de mégis baj van, kezdjünk ezzel az egésszel valamit. Még ami 0 forintba kerül, azt se tudják megcsinálni. Hát a sztrájk alapjogok, tehát a sztrájkos járványos rendeletnek az eltörése, az hány forintjába kerül? Meg hülyének néznek bennünket. Azt gondolják, hogy ha csinálják, csak nem baj. De én azt látom, hogy miután nagyon sokan kitartunk, és nagyon sokan hallatjuk a hangunkat, előbb-utóbb rá fognak kényszerülni. Ha másért nem, mert a szülők kiverik a palávert. Majd a szülők azt fogják mondani, hogy de hát akkor most az én gyerekemnek a jogaival mi lesz? Ezt az egész meccset a szülőknek kéne igazából lejátszani, tehát nem én vagyok az, akinek itt a vitája van. A szülő kötött egy egyességet az állammal, miután befizette az adót, hogy az állam majd oktatja az ő gyerekét.
az, hogy az állam köt velem egy másik szerződést, amiben engem megbíz azzal, hogy ezt a dolgot elvégezzem, és ennek a minőségéről felel, a fizetéséről felel, de a végső vita az az oktatás minőségét tekintve a szülő meg az állam között van. Mindenkinél máshova fog ez eljutni. Van, aki beletörődik, és szerintem egy ilyen passzív dű fogja uralni gyakorlatilag az elkövetkezendő években az ezzel kapcsolatos gondolatait. Lesz, aki felmond. Vannak kollégák, akik gondolkodnak ebben, hogy elhagyják a pályát. Illetve hát már a sztrájk előtt is gyakorlatilag minden tanév kezdetén azzal szembesülünk, hogy beérkeznek a pályakezdő kollégák, és másfél-két hónap múlva azt mondják, hogy nem tudnak megélni. Nekem az elmúlt időszakban sokszor megfordult a fejembe, hogy hagyni kéne az egészet, de nem vitt rá a lélek. Hogyha itt nem történik sürgősen valamilyen változás, akkor gyakorlatilag én is el fogom hagyni a pályát. Sokszor kapjuk a kritikát, hogy választások közelednek, és ezek politikai mozgalmak. Én azt gondolom, hogy pontosan azért kell tovább kitartanunk, mert arra is kell gondolnunk, hogy mi lesz a választások után. Bármilyen kormány lesz, nekik folyamatosan üzennünk kell a következő napokban is, hogy ez egy olyan súlyos probléma, hogy semmi nem állhat elébe. Maga az oktatás az egy oktatáspolitika mentén kell, hogy megvalósuljon. Tehát azt gondolom, hogy valamilyen szinten az oktatásban is van politika. De nem alapvetően az a lényeg, hogy éppen milyen jobb vagy bal oldali kormány vezet egy országot, hanem azt gondolom, hogy annak egy szakértői része kellene, hogy legyen, aki az oktatással foglalkozik. Én nem hiszem, hogy itt bárki politikai szándékkal állt volna bele a pedagógusok közül abba, hogy legyenek változások. Itt elsődleges szempont a gyerekek érdeke, meg a jövő gyerekeinek az érdeke, akiket már nem fog tudni ellátni ez a pedagógus társadalom. Mert nincsenek annyian, hogy el tudják látni.